Üdvözlöm, dr. Hórát Béla vagyok, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Melanoma Mobil alapítója, és a Clinic Drive sorozaton belül ma a hazafelé vezető úton arról fogok beszélni, hogy mennyi idővel, ez egy gyakori kérdés a páciensektől, hogyha műtétet javasolunk valamelyik anyjegy eltávolítására, akkor mennyi idővel a javaslat után kell azt az anyjegyet eltávolítani, tehát azonnal meg kell csinálni a műtétet, vagy pedig néhány hónapot lehet ezzel várni. Szóval erről fog beszélni a hazafele vezető úton, és akkor indulás. Szóval ugye az anyjegy és melanoma szűrésnek az a lényege, hogy az alapos orvosi vizsgálat, illetve az azt követő kiértékelés során megnézzük azt, hogy van-e olyan anyjegy, amelyik esetleg rosszindulatú lehet, tehát rosszindulatúság jeleit mutatja, és amennyiben ilyet találunk, akár az első kiértékelés után, akár a kontroll után az összehasonlító elemzéssel, akkor az anyjegynek az eltávolítását javasoljuk. Erről ugye megy a lelet a pácienseknek, és fölmerült az a kérdés bennük, hogy akkor nekem most ezzel a műtéti javaslattal azonnal rohannom kell az orvoshoz, és minél hamarabb megcsináltatni ezt a műtétet, vagy pedig hát van időm esetleg, hogyha mondjuk be van tervezve egy nyaralásom, akkor tudok-e még várni, el tudok menni nyaralni, és akkor utána ezt a műtétet megcsinálni. Hát erre az én válaszom az, hogy semmi ok, még a legrosszabb esetben sincs arra, hogy rohanjunk, mert hogyha még mondjuk a műtéti eltávolítást melanoma miatt javasoljuk is, ugye ami a legveszélyesebb rosszindulatú daganat, akkor sem kell azonnal rohanni a műtétre, mert egy-két napon ott sem múlik semmi. Tehát, hogyha be van tervezve valami a következő hetekre, akkor azt meg lehet várni. Általában egyébként maga a műtéti előjegyzés is több ideig tart, mint az egy-két néhány hét. Ha viszont egy anyjegynek csak a megelőző célú műtéti eltávolítását javasoljuk, akkor aztán pláne lehet várni vele egy-két hetet, vagy akár egy-két hónapot is, mert amikor megelőző műtétet javasolunk, akkor nincs meg bennünk az a gyanú, hogy esetleg melanómáról van szó. Inkább úgy fogalmaznék, hogy ez a gyanú, ez rendkívül alacsony, tehát ebben az esetben lehet várni akár egy-két hónapot is. Viszont azt hozzátenném, hogy nem véletlenül javasoljuk azoknak az anyjegyeknek az eltávolítását, ahol ezt írtuk. Tehát mindenképpen javaslom, hogy ez a műtét történjen meg. Azt mondom, hogy 3 hónapon belül. Tehát, hogyha daganat miatt javasolunk műtétet, akkor a műtét történjen meg mondjuk 6 héten belül, ha meg csak megelőző célú műtétet javasolunk, akkor azt javaslom, hogy a műtét történjen meg mondjuk 3 hónapon belül. Ezt a buszt elengedem. Azt hiszem, ennyit tudok erről mondani. Ha bármilyen kérdés felmerül még ebben a kérdéskörben, akkor kérem írjanak, és akkor rögzítek egy másik videót arról. Szóval összefoglalva még egyszer, ha egy megelőző célú műtéti eltávolítását javasoltuk, akkor 3 hónapot lehet mondjuk maximum várni, ha daganat miatt javasoltuk, akkor viszont azt mondanám, hogy semmi szín alatt ne várjunk 6 hétnél többet. Meg is érkeztem, köszönöm az időt, köszönöm, hogy meghallgatott, és várom akkor vissza a következő epizódra. Viszlát!